A hideg időjárás következtében a csősérülések és a fővízmérő szétfagyásának megelőzésére hívja fel a figyelmet a Fővárosi Vízművek Fagyveszély című cikkében, amelyhez egy videót is készítettek a szakemberek, hogy mindenki saját háztartásában szakszerűen tudjon gondoskodni a kellő védelemről. A vezetékhálózatok karbantartása ugyanis a fogyasztó feladata és érdeke, energia és pénzspórolás szempontjából egyaránt. Intőjel lehet a problémára az is, ha a lakásban nem vagy csak alig jön víz a csapból. Ebben az esetben gyanakodni lehet arra, hogy megfagyott a vezetékben a víz, amely tönkretette a mérőszerkezetet is. A vízmérők téli védelme érdekében minél inkább óvnunk kell eszközünket az elfagyással szemben. A vízóraaknak kialakításától függően ennek több lehetséges verziója van. Legnagyobb kockázatot azok az aknák jelentik, amelyeknek vékony fémajtóval záródik a teteje, hiszen itt a hideg könnyen bejut az órához, ami elfagyhat, ezért a megfelelő zárásról vagy szigetelésről mindenképpen gondoskodnunk kell, akár egy kartonlap segítségével vagy hungarocellapok használatával, mondta el László István, a Fővárosi Vízművek üzemirányítási csoport vezetője. Honlapunkon van fent egy videó, és szerintem talán az a legolcsóbb lehetőség is tökéletesen megfelel, amikor műanyag sákokba akár összegyűrt papírgalacsinokat rakunk, és azzal béleljük ki magát az aknát, oly módon, hogy amikor a leolvasás van, azt egy madzaggal egyszerűen ki tudjuk húzni, és hozzáférünk az órához, ez is tökéletesen megfelel. Tényleg arra kell figyelni, hogy jól záródjon az a pedla. Amennyiben elmulasztjuk ezeket az óvintézkedéseket, elfagyhat a vízóra, a kár rendezése pedig sok időt és költséget jelenthet. Lakótelepi ház esetén pedig mindenképpen a lakóközösség felelőssége a fagy elleni védelem, hogy ne ismétlődjön meg a tavalyi tendencia, hangsúlyozta a csoportvezető. 2017-ben volt egy hirtelen érkezett, nagyon jelentős mértékű lehűlés, és azért ez a probléma nagyságrendjére egy kicsit rávilágít, hogy januárban volt ez a lehűlés, és még márciusban is az elfagyott órákkal kellett kollégáimnak foglalkozni, és ezeket az órákat cserélni, és ezen időszak alatt több mint 3 millió köbméter folyt el ezeken az elfogyott mérőkön keresztül, és egy ilyen, hogy érezzük a nagyságot, ez egy normál nyári nap teljes Budapest vízfogyasztásának a 6-szorosa. Szerintem ez rengeteg vízről beszélünk. Érdemes odafigyelni, tényleg nem csak bosszúság, hanem ez egy nagyon nagy terhet ró, azt gondolom, a szolgáltatókra. A témáról bővebb információkat a Fővárosi Vízművek honlapján találhatnak, valamint a vízóra elfagyása esetén két telefonos elérhetőségen is kapcsolatba léphetnek a szolgáltatókkal.